Ötödik dimenziós korona és harmadik szem csakra egyesülése. Sambalába utazunk Kutumival. Michel Lov csatornázta a 2005-ben, és fordította a ha hat Kutumi vagyok. A bölcsesség és a szeretet sugaraink keresztül jövök el hozzátok. Hogy üdvözöljelek benneteket ez alkalommal és elhozzam számotokra a függetlenség áldásait, továbbá a felébredés áldásait, az aktiválás és beavatás áldásait is. Üdvözlet, szeretteim! Nagy örömmel és élvezettel töltél a szívünket, hogy itt lehetünk veletek a mai napon, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén. Fénynővérei és fivérei, a Krisztusi Tudatosság jelenlétében állunk most veletek, és megtiszteltetés számunkra, hogy ebben a fényben állhatunk, és üdvözöljük a fényeteket a minden, ami van jelenlétében. A beavatás utazása olyan valami, amit az életetek időtartalma alatt tapasztaltok meg, megtettétek ezt az elmúlt életetekben is, és tapasztani fogjátok a jövőbeni életidőtekben is. A beavatásaitok a felébredés folyamatának részei. Egy beavatottat gyakran tesztelnek, nem azért, mert a léleknek nincs semmi jobb dolga, hanem abból a célból, hogy segítsen nektek a felismerésben, hogy hogyan nyilvánulnak meg azok a leckék, amiket a lélek bemutat nektek Amiket aztán alkalmazni kell a létező élet rendszerében. Számos alkalommal a mester szándékosan nyújt át a beavatottnak egy leckét, abból a célból, ahogy mondani szoktuk, hogy meglássuk a leckét, mennyire jól tanultad, meg valójában. Sokszor a mesterek, a mestereitek és tanítóitok, a beavatottjaiknak sokszor különböző alakban jelennek meg. Egyre többször ez történik azonban, nem túl gyakori, hogy a mestert vagy a tanárt felismerik. Mivel a spirituális felgyorsulás szintje véget, amelyen a bolygótok keresztül ment, egyre több embernek kínálnak fel egy olyan lehetőséget, hogy kollektív beavatásokat tapasztaljanak meg, mint például ez a közvetítés is ma. Ez abból a célból történik, hogy a bolygót egy magasabb tudatállapotba emelje azért, hogy akik még mindig a sötétség, jobban mondva a tudatlanság útját járják, meg tudják lelni a kivezető útjukat ebből. A kivezető utat a sötétségből önmagukban, mivel ők gyakran sötétséget manifesztálnak maguk körül, a kivetített hitrendszereik eredményeképpen. A hitrendszereitek egy eltérő valóságot manifestálnak számotokra, és ez az eltérő valóság kínálta ezt ma fel számotokra. Úgy döntöttetek, hogy az ötödik dimenziós aktiválás egy sokkal gyorsabb ütemben gyorsítjátok fel. Azonban felkészültetek erre, és készültök rá már egy ideje. Amikor egynél több csakra aktiválódik egy időben, ott az energia sok szintje integrálódik az emberi test rendszereibe két legerősebb vibráció, amit az emberiség megtanul integrálni ezekben az időkben, a fény és a hang. Ez a két energia az, ami mindazt alkotja, ami tudatosan ti vagytok, és még inkább, amire most még tudattalanok vagytok. Ezzel a két csakrával egy időben munkálkodva, emellett majd aktiváljátok a tudatosság multidimensionális szintjeit is magatoknak, dolgoztok önmagatok párhuzamos aspektusaival, hogy egy különböző valóságban manifestálódjon. Ez azt jelenti, hogy egy csoport lélek részeként be fogjátok vonni a lélek csoportotok más tagjait, egy felgyorsított folyamatban integrálva az ötödik dimenziós tudatosságot, és felébresztve az ajándékokat, amik együtt járnak a felébredéssel. A testetekben fiziológiai változást is tapasztalhattok, fizikai benyomások lehetnek a testeteken belül, amit tapasztaltok. Néhányan lehet, hogy egy érzelmi méregtelenítés alakjában tapasztaljátok ezt meg, és mások közületek nagyon erőteljes, lelkesítő, kreatív energia egy új beváromlásában élitek át. Nem lényeg, hogy hogyan tapasztaljátok ezt meg. Ami fontos az az, hogy megtapasztaljátok. A fénymesterei is úgy döntöttek, hogy megteszik ezt a szolgálatok részeként, hogy megtanítják az embereknek a spirituális jólét fontosságát, és szintén tanítva annak megértését, hogy mennyire fontos a fizikai testnek, az érzelmi testnek és a mentális testnek, hogy képesek legyenek egyensúlyba kerülni, és olyan tiszták lenni, mint az ember spirituális teste. A fény négy rendszere nélkül vagyis hát a négy testetek nélkül, az összehangoltság és az egyensúly hiányában az ember nem képes igazán megvalósítani a beavatás magasabb szintjeit. Az egyénnek legelőször keresztül kell mennie a fizikai élet beavatásának ötödik szintjén, mielőtt még újra kapcsolódna az élet magasabb szintjeinek, spirituális hierarchiájával, ami a 66 dimenzión túl létezik. Amikor ez megtörténik, az egyén a spirituális újjászületés és felébredés egészen új szintjét tapasztalja meg. Az újjászületés és felébredés az egyén érzékein túlra hatol, amit ti még el sem tudtok képzelni ez időtájt, és amikor az egyén átment az univerzális bölcsesség integrálásának sok új leckéjén, akkor megérti a hatalmat, az erőt, ami a szeretet. Hajtó ereje. A fény hatalma az, ami megszüli a szeretetet. A szeretet és a fény kombinációja manifestálja a bölcsesség hatalmát. A bölcsesség ereje pedig még több szeretetet szül. Amikor az egyén megtanulja a belső síkok törvényeit, úgy találhatja, hogy amihez hozzászokott valójában egy csepp a tapasztalatok tengerében, amit az összes univerzum kiterjedésén belül nyert, és a bölcsesség, a tudás, a hatalom és a fény ezen belül tartózkodik. Ma az energiátoknak az ötödik dimenzióba való emelését segítjük. A fény és hang energiája, ami el fog vinni titeket. A fény és a hang megváltoztatja a testetek külső és belső rezgését. Ezért az átalakított vibrációs frekvenciátok a testetek sejtszerkezetén belül manifestál egy hangot. Ez a hang teljesen átalakítja és felépíti a fény új struktúráit, amelyben megtanultok növekedni, és ez előidézi a hang majd magasabb frekvenciáit a nagy fehér testvériség. És az Elohim 144 arkangyala összegyűlt a földi síkotok körül, hogy biztosítsa ennek az energiának a leföldelését. Most engedjétek meg nekünk, hogy ezen a folyamattal beavassuk az energiamezőtöket, és aktiváljuk őket, elhozva titeket, Sambala templomaiba, a fény és hangvilágába, amelyen keresztül minden földi lénynek keresztül kell utaznia annak érdekében, hogy belépjetek a tapasztalás magasabb birodalmaiba. Miközben veletek dolgozunk, miközben az energia integrációjának véghezvitele a gyökércsakra területén lejátszódik, majd folyamatosan kiterjed a világ többi részére is. Most arra kérlek, hogy helyezd a testedet egy kényelmes pozícióba, Hunyd le a szemeidet, és kezd azzal, hogy mély lélegzeteket veszel az orrodon keresztül, miközben kilélegzel, engedd meg a fizikai testednek, hogy relaxáltá váljon. A következő belélegzésnél lélegezd be a korona csakrádon keresztül majd, megtöltve a tüdődet, és ahogyan kilélegzel, Lélegez ki a gyökércsakrádon át. Folytasd a belégzést és a kilégzést, be a koronacsakrádon át, is ki a gyökércsakrádon keresztül. És miközben ezen a modon lélegzel, húz be fényt, és lélegez ki a hangot, lélegezi módon, és aktiválva a magasabb intelligencia fény és hangfrekvenciáját a tested sejtes szerkezetén belül, ez felgyorsítja a felsőbb éned fényének és hangjának integrálási folyamatát, és a magasabb intelligencia fényének hangjának az integrálását is. Minden egyesbe és kilégzése képzeld el a testedet még lazábbá válni, miközben elnyelődik a fény és a hang a fizikai környezetedben és a testedben, valamint érzelmi és mentális testedben is. Most képzeld el magad a fényt belélegezni, és ahogyan kilélegzel, lásd, hogy kilélegzed a hangot. A következő belégzésnél képzeld el, ahogyan magadba szívod a hangot, és mikor ki kileheled a fényt. Majd megint be a korona csakrádon, és ki a gyökér csakrádon át. És a következő belégzésnél lélegez be a korona csakrádon át, és ki a gyökér csakrádon keresztül. Majd a következő belégzésnél lélegezz be a gyökér és koronádon. Ki? Majd tedd ugyanezt a fényel és a hanggal megint. lélegez be fényt, és lélegez ki hangot. Majd tedd ezt fordítva is. Most a következő belégzésnél. Lélegezz be fényt a harmadik szemeden keresztül, és kilélegezve a hangot a szex csakrádon át. Majd lélegezz be hangot a harmadik szemeden át, és kilélegezve fényt a szex csakrádon. a következő belégzésnél lélegez be fényt a szex csakrádon át, és kilélegezve a harmadik szemeden keresztül. Ismételd meg ezt a folyamatot, belélegezve a fényt, kilélegezve a hangot, majd belélegezve a hangot, kilélegezve a fényt. testvéreim, az agyalapi mirigy és a tobozmirigy meg fognak tapasztalni egy további növekedési és energiavibrációt, a fény és hang emódjának belégzésének eredményeképpen. És azt javasoljuk, hogy gyakoroljátok a légzést ezen módját, napi szinten, hogy a fényt és a hangot ezáltal is áramlásban tartsátok, egy kiegyensúlyozott módon mozgatva ezt a testeteken keresztül, a koronától a gyökéri, a gyökértől a koronáig, a harmadik szemtől a szexcsakráig, a szexcsakrától a harmadik szemig. Mert ez a két mirigy a testben, a tobozmirigy és az agyalapi mirigy, amit hipofizisnek is hívunk, a két legfontosabb mirigy a jelenlegi időkben ezoterikusan szólva. Ezek a mirigyek felelősek a fény szintjeinek fenntartásáért, ami a testetekbe jön a toboz mirigyen keresztül, és a hang is, ami pedig az agyalapi mirigyen keresztül lép be a testbe. Sok ember tapasztalt már nehézségeket az alvási szokásai terén, és néha nehézségeitek támadhatnak a hangok eltérő hangmagasságainál, mivel ezek sokszor zavaróak lehetnek. A így egyfajta mutáció megy keresztül, ami által visszanyeri eredeti méretét, a pubertás előtti méretét, amikor is elkezdett zsugorodni, és végül felnőtt korra borsó méretűvé vált. Tehát ezt orvosilag nem kell rendellenesnek tekinteni, mivel ez nem a tobozmirigy gyulladás vagy bármi más zavar, hanem inkább a tobozmirigy növekedése, ami most történik, a fény beáradásának a következtében. A hang befolyással van a hormonokra. Miközben a hang elrendezi magát a testen belül, a hormonok az egyensúly egy szintjére kerülnek, amely előidézi a fény egyensúlyba való megtapasztalását más szinteken. Ezért az endokrin rendszer egyensúlya egy állapotba kerül, ahogyan ezt teszi a testetek összes többi rendszere is, amelyekre hatással van a tobozmirigy és az agyalapi mirigy. Ez a két mirigy rengeteg változást fog megtapasztalni, mivel ez a két mirigy lehetővé teszi, hogy még több fény áradjon be a bolygó számára, rajtatok keresztül. A hang is meg fogja növelni az integrációját ennek a folyamatnak, ezáltal megemelve az emberiség tudatosságát. Ez azt eredményezheti, hogy felkelések lesznek a negatív energia különböző területein, abból azokból kifolyólag, hogy manifestálni kell ezt az egyensúlyt. Amikor egy test meggyógyul és egyensúlyba kerül, meg kell szabadítani magát bármitől, ami zavart, betegséget okoz, annak érdekében, hogy fenntartsa a tökéletes egészségét. Ugyanezt fog történni a Földanya testével is, és a szabályzó rendszerek tekintetében, mint a kormányok, és amik megtapasztalják a beteg kóros hatásokat a testületekben belül és a szervezeteken belül. A természeti katasztrófák, amelyeknek szemtanúi voltatok a mai napig, ez a földanya érzelmi méregtelenítés folyamata. A méregtelenítési folyamatok a harmadik szem és a szex csakra között történnek, az érzelmi test vízelem, és a dolgok, mind a földrengés és a földkérgek elmozdulása, az a fizikai és mentális test kombinációjának méregtelenítése általában. A korona és a gyökér csakrákon keresztül. A módját, ahogyan ma a beavatásokat végrehajtjuk, ezt az elmozdulások és változás folyamatának ezt a módját így tudjuk most leírni. Ahogyan a korona csakra megtartja a hang ez új szintjét, úgy a gyökércsakra is megtartja a hang ezen új szintjeit, amely azt jelenti, hogy a harmadik és a negyedik dimenziós gyökércsakra energiájának alacsonyabb sűrűségi frekvenciái fel tudnak emelkedni az ötödik dimenzióba a bolygótok egésze számára. És miközben a harmadik szem tartja a fény új frekvenciáit és vibrációit, egyre több fény tud a szex csakrán belül tartózkodni, Ezáltal felszabadítva az emberiséget a harmadik és negyedik dimenziós megtapasztalásainak alacsonyabb rezgéseiből. Bevíve őt az ötödik dimenziós, felsőbb tapasztalásba. Ezért van az, amiért annyi változás zajlik a pénz, a hatalom, a szexualitás, túlélés, vallás és spirituális felébredés területén belül is. Örüljetek annak, hogy részei vagytok ennek a hatalmas változásnak. Mert beleegyeztetek, hogy elősegítitek az emberiség kollektív tudatosságának felemelési folyamatát egy magasabb szintre. Lazítsunk egy kicsit, folytasd most a mélybe és kilégzést egy kényelmes ritmusban, és képzeld el magad egy csodálatos kert szívében, a fény és a hang, a szeretet, a bölcsesség. Az igazság és a hatalom megszentelt kertjébe. Ez az a kert, ahová a belső gyermeket utazik, hogy meggyógyuljon támogatást és gondoskodást leljen, Úgyhogy egyszerűen töltse egy kis időt, hogy megfigyeld ezt a környezetet, és hogy egyé válj a fény és a hang, a szeretet, a bölcsesség, az igazság és hatalom ezen mély, magas vibrációival, és lélegezd be ezt a testedbe. Lásd most magad, ahogyan lenézel és megpillantasz egy ösvényt manifestálódni a lábad alatt kövesd ezt az ösvényt a kerteden át, addig, amíg nem találod önmagadat, egy fenséges arany kapu előtt állni. A kapu mindkét oldalán van egy-egy sárkány. Ő Kvanyén úrnő energiájának sárkányai, akik Sambala őrzői, védelmezői. Szükséges, hogy engedélyt kérj most ezektől a sárkányoktól, hogy engedjenek belépni Sambal a világába, és folytathatod az utadat rajtuk keresztül. Továbbra is haladj ezen az ösvény mentén. Egy fény közeledik feléd, és ahogy ez a fény jön közelebb, felismered benne majd a nagyurat, Üdvözöl téged, Sambala a világában. Megfogja a kezedet is, a kert mélyébe vezet, a fény és a hang világaiba, ahol az energia számos különböző frekvenciája nyilvánul meg. Minél mélyebbre mentek, Sambalába, a tested annál erősebben válaszol ezekre az energiafrekvenciákra. Az energia -e frekvenciái segítenek ám a testednek újra összehangolni önmagát a fény és a hang magasabb szintjeivel. Majd lej a nagyúr, sambalán belül lévő gyémánt templomba vezet, a fény egy csodálatos alkotásába, és amikor elértek, ebbe a templomba, majd lej a nagy úr, a bejáratnál hagy téged, és az útját a templom közepébe veszi. Amikor kész vagy rá, a templom dévájától, hogy beléphess, és a megadta, vedd az utad a templom közepébe, és állj meg majd helye a nagy előtt. A fényrezgések, amik kibocsátásra kerülnek, a gyémán templomból elkezdenek emelkedni, és közben táplálják a tested összes rendszerét, a fény felsőbb szintjeivel megemelve a fény hányadosát, amit integrálni tudsz, ez idő alatt. Majd lejje, nagy úr, üdvözöl téged, és elismeri azt a választásodat, hogy megkapd a fény beavatását. Itt az ideje, hogy behívd a fény összes más lényét, akik veled dolgoznak az elmédben hívt segítségül a gyémlán templomba az összes gyógyító angyalodat, vagyis angyalod fényeinek jelenlétét. Kért fel Szent Zsermán és az ő öt felemelkedési lángjának jelenlétét. Hívd el Moria nagyurat és a vörös sugarát. Hívd a Krisztusi éned fényének jelenlétét. A felsőbb éned fényének jelenlétét. Szólítsd a mester tanítóidat és vezetőidet. Idézd meg a hatalmas Elohim jelenlétét, a nagy fehér testvériség jelenlétét, és kérd Budha nagyúr jelenlétét is. Eközben hívd a belső gyermekedet és a serdülő éned jelenlétét is. Hívd a plejádi fényküldötteket, a szíriuszi arkangyali szövetséget. Kérd a fény andromédiai intergalaktikus szövetségből is a tivéreid, növéreid jelenlétét. És kérd Arturusz nagyurat is az ő magassan fejlett technológiájával, Segítségül hívhatod Vénusz úrnőt, és még bármilyen más lényt, akihez te különlegesen vonzódást érzel, akiket szeretnél, hogy jelen legyenek veled ezen a megszentelt helyen. Most itt az összes jelenléte, utazásod, támogatásának céljáért vannak itt. Eljöttek, hogy inspiráljanak téged, tanúi legyenek a változási szintjeidnek is, ami a tudatosságodon belül zajlik le. Mindegyikük támogatni fog. Miközben szolgálsz, ők segíteni fognak neked szolgálatban, és nagyon gyakran vezetni fognak téged, hogy segítsenek megérteni. Amit egy beavatás útja igénye, és amit elvárnak tőled a beavatás útján. Sokszor a beavatottnak önmagán kell dolgoznia azért, hogy képes legyen megfelelően segíteni másoknak. Azonban az én szolgálata közben az egyéntől elvárják, hogy segítkezzen másoknak is a gyógyulás folyamatának megosztásán keresztül, aminek az elsajátítási folyamatában van, és a folyamatban, aminek az egyén mesterévé vált. Az élet nagyszerű út, ami az összes beavatást tartalmazza, és lét fontossága az emberiségnek, hogy felismerje a mennybe vezető kapukat, ugye, amik a földön találhatók, nem az égben. Az embernek az Istent a földön kell meglelnie, azért, hogy képes legyen meglelni Istent majd a mennyben is. A tudatosság szintje amit az egyén megtestesít, a halálpontjánál a tudatosság azon szintje, amit az ember az utána lévő életében is megtapasztal. Az ember nem tapasztal meg azonnali megvilágosodást a halálpontjánál. A megvilágosodáson a földön való utazás alatt kell átesni. Itt számít inkább, leginkább. A föld a menny egy darabkája. Eónok óta tanították, hogy a menny valami rajtatok kívülálló dolog, fent az égben, és azt, hogy a pokol egy hely a föld mélyében, amelyben a örökké valóságig fogtok égni. A megértésnek meg kell születnie az emberiség korona csakrájában, szív csakrájában, gyökér csakrájában, hogy felismerje, hogy a mennyország belül van, csak úgy, mint a pokol is. Mivel ez az egyén lelkiállapota, a hiedelem rendszere, amelyek meghatározzák, hogy a pokol bugyraiban ég, vagy a mennyország áldott állapotában van. És ahogy ti fejlődtök, mind teljesítetek a különböző beavatásaitokat is, minél inkább uraljátok az érzelmi és mentális testeiteket, annál könnyebb foglalkozni a próbatételekkel és a kihívásokkal, amiket bemutatnak számotokra. Az egyik legfontosabb, a beavatások közül, amelyen az egyénnek át kell esnie, az az érzelmi uralása, az érzelmileg való leválás. Ez nem azt jelenti, hogy az ember soha nem lehet empatikus, vagy könyörületes, vagy hogy az egyén ne vegye figyelembe mások érzéseit. Az érzelmi leválás állapotában az egyén nem kapja el a harmadik dimenziós világ káprázata és illúziója. Az egyént nem kapják el az asztrális síkon keresztül táplált félelmek. Önmagadat uralni nagyon fontos. Ez komoly dolog, hogy úgy mondjam. Az a módszer, ahogy az egyének kihúzzák magukat annak felelőssége alól, hogy feltárják és megvizsgálják a spirituális útjukat, itt és most véget ért. Maitreya nagyúr és Metatron nagyúr megmutatják nektek ma ennek a fontosságát, és ezt felfogják fedni számotokra egy folytonos alapon a jövőtök teljes egészében. Tehát most üdvözöld ezeket a lényeket, és válj tudatossá arra, milyen fontos az, hogy belépj a mennybe a földön. Belépj az elme egy mennyei állapotába azáltal, hogy elsajátítod, a földi tapasztalásokat és megérted a csakrikus rendszer fejlődésének a folyamatát. Más szóval a felemelkedés spiráján, ami eredetileg lefele haladó spirál volt. Majd lejön a úr, arra kér most téged, hogy nézz egyenesen a szemeibe, és válj tudatossá a benne lévő fény erejére. Ahogyan ez történik, Metatron nagyúr minden arkangyal arkangyala, a fény nagyura manifestálódik, majd rej a nagyúr mellett. Metatron itt van, hogy támogasson téged a fény egy rácsával az aktiválásod ideje alatt. Aki a hang egy rácsát manifestálja, hogy támogassa a tested ebben az átmeneti időszakban. Ez a hangvibráció, amit Maitrejától kapsz, aktiválja a gyémánt köpenyedet a kristály testeid egyikét, ami a kristályos fényből lévő ötödik dimenziós tested teljes manifestációját alkotja. Maitreya a nagyúr a hang különböző szintjeit kezdje el kibocsátani a korona csakrájából, amely automatikusan elnyelődik a te korona csakrádon át, és mindezen hangok elkezdik meglazítani a hitrendszereket, a viselkedéseket és a hozzáállásokat benned, amelyek csapdában tartottak. Abban a hitben, hogy a célod az életben, hogy szenvedj, küldj, és hogy végtelen fájdalmat tapasztalj, azért, mert csak akkor fognak befogadni a mennyek királyságában. Szereteim, nagyon fontos most, hogy megnyissátok az energiátokat, hogy ezáltal megértsétek, ami ezzel a beavatással végbe megy. Ahogyan a hang megtölti a testeteket, ahogyan ez a hang feloldja a sűrűséget, így könnyebbé válik számotokra kapcsolatba lépni a gyermeki lélek eredeti bölcsességével, tisztaságával, ártatlanságával, ami összekött titeket a fény szálain keresztül a szellemi világgal. Az embernek olyanná kell válnia, mint egy gyermeknek, hogy belépjen a mennyek királyságába. Ezért az egyének szükséges visszaszerezni a tisztaságát, az ártatlanságát és fényét, a gyermek teljes tudatosságának számos szintjét, és ez behatol a harmadik dimenziós világba. A beavatásotok ma segít nektek majd emlékezni, az élet céljára, hogy emlékezzetek arra, azért jöttetek a bolygóra, hogy segítsetek az emberiség tudatosságát megemelni. És hogy mennyire erőteljes hang ez, hogy a fény és a hang vibrációi lerombolják a sűrűség összes világát, amelyek sötétségét és szenvedést hordoztak. Most megkér majd CERN, hogy emlékezzetek az életetekre, mint egy lehetőségre. Hogy feltárjatok egy új világot. A lehetőséget, hogy kitörjetek a korlátozásból. A szabad akarat zónájában vagytok, és ezért szabadítsátok fel az akaratotokat, és a, és, és használjátok ezt. Akari szabad lenni. Minden alkalommal, amikor kompromisszumot kötsz, az igazságoddal kapcsolatosan, minden alkalommal, amikor megtagadod ezt, akkor átadod a képességeidet, hogy használd a szabad akaratodat. Egy korlátozott rendszer megerősítése ez, nem a szabad akarat használata. Azért, mert az akarat csapdába esik. Egy korlátozott tudatosságon és itt rendszeren belül, és nincs meg a teljes szabadsága, hogy kifejezett legyen. Nyisd most meg a korona csakrád, hogy a hang emérhetetlen energiái felkavarják az emlékeket benned, hogy milyen volt teljesen felszabadultnak lenni, hogy megtapasztald a szíved és a lelked teljes akaratát, és az anyajatja Isten szabad akarata rajtad keresztül dolgozik. A célotok ebben az életidőben, szeretteim, az, hogy felismerjétek, hogy egy, egy csatornák vagytok, egy, egy csatornák, amelyeken keresztül az energia áramlik. Az az energia, ami elődízi a változást az emberiségnek. A fény és a hang vezetékei vagytok. Majd nagy úr, az univerzális logosz az univerzumotokban. Ő minden nagy ura a királyok királya, ha így jobban értitek. És ez a lény, aki jelenleg a naprendszeretekben munkálkodik, és itt az az idő, ahol a beavatottak számára, akik már sok beavatás ösvényt tettek meg, hogy tudatosan felébredjenek a következő beavatásra. Minél tudatosabb vagy a szándékaid alapjáról, minél gyorsabban növekszel, annál több betekintés nyelsz, minél közelebb kerülsz az anya, Istenhez, annál hamarabb fog megtalálni téged a húsvér tanítód, aki egy felemelkedett mester lesz fizikai testben. Emlékezz, amikor a tanítvány készen áll, megjelenik a mester. Gratulálunk nektek, mert a tanítótok meg fog jelenni. A kérdés az az lehet, hogy meg fogjátok-e ismerni a tanítót, vagy nem? Vegyél egy mély lélegzetet be a koronacsakrádon át, és ahogy a most kilélegzel, Képzeld el a hang túl túllépni a fizikai testeden, és belépve az összes finom fizikai testedbe egyre több erőt húzva a lényedbe. Ennek a hangnak az ereje kiterjed a koronacsakrádon, és a harmadik dimenzió sűrűségén túlra húzza ezt. keresztül húzza a negyedik dimenzión egyébként, és beviszi ezt az ötödik dimenzióba. És megmagyarázza most neked, hogy az ötödik dimenziós korona koronacsakra gyémánt energiája arról szól, hogy manifestálja az igazságot azért, mert a hangvibrációként lerombolja az illúziót. Az igazság az, ami utána marad. Ez a hang létrehozza a fényt, és a fény kiterjeszti magát az igazság összes különböző oldalán keresztül. A fény a különböző színek egy prizmájává válik, és az energia kiárad minden irányba. Készen álltok egy új irányra. Azok közületek, akik a vállalati világban, vagy az üzleti világban vagytok, számotokra a fény lét fontosságú. A prizmák keresztül ragyognak az energiarendszereiteken, a fény és a hang a koronacsakrátokon, a harmadik szemcsakráitokon keresztül fognak kipocsátódni, fényderítve mindenre, ami a sötétségen belül tartozkodik. Sokan közületek, egy új frekvenciát fogtok elhozni a gyógyítás terébe is. Mivel hatalmas mennyiségű sűrűség és sötétség van a gyógyítás mezőiben is, azért, mert sok gyógyító még nem tanulta meg, hogy hogyan uralja, az érzelmi és a mentális testei, és még nem váltak mesterévé az alsóbb egónak sem. Ezért az alsóbb egó még mindig vetélkedik és verseng másokkal. Harcdul a gyógyítók és a médiumok, meg a közvetítők, csatornázók között, és további szellemiekkel foglalkozók között, csak úgy, mint harzdul a vállalatok, a nemzetek között, és ez mind itt van. Úgyhogy uraljátok az érzelmeiteket, uraljátok az elméteket. Tartsátok ellenőrzés alatt az alsó begótokat. Az ellenőrzést és az irányítást a felső bén veszi át. Ezt teszi a valódi spirituális munka. Ekkor az ember egy valós spirituális szakértővé válik, úgyhogy saját el az utazás képességét. A szellem minden területén legyél szakértő. És ez a közösségi világban, üzleti világban is szükséges. Spirituális szakértőnek lenni a gyógyítás terében szükséges, és az élet minden más területén is, beleértve a szülőséget, a kapcsolatokat, az egyéni viselkedést, kapcsolatot a földanyával, az állatok királyságával, a növényi, gyógynövényi és ásványi birodalmakkal. Ez mindegy. És ahol az egység eltűnik, hiányosság keletkezik. Arra kér majd rája, hogy lélegezzétek ezeket a szavakat a tudatosságotokba. Húzd be ezt a hangot a tudattalamba, miközben ez a hang kiterjed az összes ezen a szinten keresztül, gyémánt, köpenyetek, egyesül az összes finom testeitekkel, és ezáltal bevonja az összes multidimensionális aspektusod tudatosságát, beleértve még a párhuzamos valóságbeli énjeidét is, ide a gyémán templomba, mert ott vagyunk, és miközben Maitreya a nagy úr jelenlétének jelenlétében állsz. Most, ha még mindig ez a tudatos kívánságod és az akaratod, hogy folytatod az ötödik dimenziós utat, beavatottként, akkor kérlek, ismételd ezt a megerősítést utánam, hangosan, én, mondd a neved, szólítom a nagyfehér testvériséget, hogy segítsenek, az integrálásban, Maitreya Nagyurra, hogy a hangszintjei, a fizikai érzem és mentális testembe léphessenek teljesen és hiánytalanul az ötödik dimenzióba. Kérem, hogy a szeretett Maitreya Nagyurunk tartsa meg engem a tiszta hangból álló rácsán belül, miközben én felszabadítom magam az alsóbb ego irányítása alól, és azt választom, hogy belekezdek egy új utazásba, az érzelmi és mentális énjeim uralásának utazásába. Végy egy mély lélegzetet, belélegezve ezt a testedbe, az összes energia helyére kerül, hogy tiszteletbe tartsa, amit kértél. Végy egy újabb mély lélegzetedbe, és ahogyan belélegzel, képzeld el a gyémánt köpenyedet, hogy egyre jobban a részedé válik. És most folytassuk. Kérem nagy nagyurat és a magasan fejlett technológiáját, hogy támogasson engem az egyensúlygyógyulás összehangolódás manifestálásában, a fény magasabb szintjeivel, egyetértésben a párhuzamos ényeimmel, és a multidimenzionális aspektusaimmal. Kérem, hogy az összes sötétség és fájdalom, ami a harmadik és negyedik dimenziós tudatosságon belül tartott engem, legyen átalakítva, hogy felemelkedjek az ötödik dimenzióba, ahol felismerhetem a fény célját hogy szolgáljon engem. Vegyél mély lélegzetet is, belélegezheted ezt a testedbe, és ahogyan kilélegzel, add át magad annak, amit Majterel Nagy hozott el számodra ma. Arturusz úr nagyon kedvesen segítkezni fog neked, és felhasználja a technológiáját. Támogat téged abban, hogy megézd, hogy a kihívások valójában ebben az életben a beavatásaid voltak. És minden kihívásban volt egy ajándék. Folytassuk! Tudatosan elismerem, hogy azáltal, hogy befogadom ezt a hangot a testembe, elmémbe, szellemembe, ezáltal túlépek a harmadik dimenziós világ tudatosságán. Elismerem, hogy üdvözölnek egy teljesen új világban. a kiterjesztett tudatosság és tudat világában. Bízom, hogy felfedezem az utam, és bízom, hogy megoszthatom ezt a hasonló úton járókkal. Ezt a fejlett információt és tudatosságot átölelem. Lélegezd ezt be mélyen. Most kérem majd teljen a hogy szabadítsa fel az összes megmaradt tudatalatti programot a tudatalattimból, Amik csapdában tartottak engem, a korlátozott gondolkodás tapasztalatában és az akaratom korlátozásában. Kérem, hogy a tudatalattim legyen megnyitva, A fény és a hang magasabb világaira, és a tudatos tudatosságom is. A fény és a hang magasabb világaira. És ez így van, és így legyen. Lélegeztet be a testedben. Bartley a nagy úr most megkére, hogy kezd el kántálni az ammantrát. Degyél mély lélegzetet az orrodon keresztül, kilélegezve a szádon Lehetővé téve az összes energiának, ami eleresztődött a tudatalattitból, minden, ami eddig eleresztésre került a sejtszerkezetedből, hogy semmivé váljon. A fény lényeinek mindegyike, akik most jelen van veled, itt a gyémán templomban, elkezdik az aum hangot Kántálni. A kollektív kántálásuk vibrációja újra rendezi az elektronok, protonok, neutronok mindegyikét, amik eredetileg létrehozták az életet. Ez az újra rendeződés manifesztálja a hatalom, erő, isteni összehangolódását, a hang és a fény egy isteni manifestációját. Ajtrája előlép és bal kezének tenyér csakráját, a korona csakrát fölé helyezi, a jobb kezének tenyér csakráját, a gyökércsakrát területére teszi, képzeld el, hogy vesz egy nagy levegőt, megtölti a tüderét, a tisztaság nagyszerű hangjával, olyannal, amit eddig elképzelni sem tudtál, és miközben kilélegzik ezt a hangot a gyökércsakrádon és a koronacsakrádon át, beleheli. Ez egy nagy viharos széllökésben manifestálódik a testedben, és szó szerint elfújja az összes por, pókhálót, tested valamennyi területén, amelyet nem használtál vagy már megfeledkeztél róla. Miközben a vibráció emelkedik, mennydörgés morajlása nyilvánul meg a koronacsakrádon belül, és eltolja az energiát az agyad sejtes szerkezetén, előidézve a fényt és a hangot ennek felépítésébe, hogy emlékezhesse a minden, ami van hatalmára erejére, és arra is, aki vagy. majd telj a nagy ura, korona és a gyökér keresztül a testedbe mindent tökéletes egyensúlyba hoz, eltávolít mindent, amire többi már nincs szükséged. Vegyél egy mély lélegzetet a tüdődbe, húzd ezt a hangot mélyebbre, és ahogyan kilélegzel, az leülepedik békésen az agyalapi mirigyedben, hipofizis, és a korona elveszi a jobb kezét, a bal kezére helyezi ezt, ami jelenleg a korona csakrát fölött van, és az Aum mantra megnövekedik a vibrációban. Ennek ereje annyira intenzív, hogy egy szimbólumot manifestál a fény formájában, és belehelyez a korona csakrátba ez az ötödik dimenziós korona csakra fénypecsétje. lélegez be, ahogyan a pecsét felszívódik a koronádba, biztosítja a korona a fény és a hang áramlásának tisztaságát és folyását. Szeretteim, most képzeljétek el kiterjedni az energiátokat a gyémántemplomon túlra. Sambalán túlra, az összes paraméteren túlra, amit el tudsz képzelni. Ahogyan ezt teszed, a hang 77 szintje elkezd spirálisan lefelé mozogni a földi síkra. Johannesburgra, ahol a Föld gyökércsakrája van. Aztán kiterjed a Föld többi részére is, elnyelődik a Földben, és ez a hang az összes sötétséget, korlátozást, félelmet, szenvedést, fájdalmat, amit a Földanya gyökércsakra pontjait tárolt. Képzeljétek el, hogy ez a hang egy erőteljes fényt is létrehoz, ahogyan belélegeztek a fény, összezsugorodik csike picike fényé, és ahogyan kilélegeztek, képzeljétek el ezt a fényt felrobbanni, mint egy fénybombát a gyökér csakra pontjaiban. Képzeld el, hogy a fényrobbanása eltörli azokat a sablonokat, amelyek a bujaságtudatosság, tudatosság, szegénység tudatosság, áldozati és a feltételhez kötött szeretet tudatosságát, és ennek matrixait tartották a helyükön, itt ezeken a területeken, úgy az elmúlt 44 ezer évben. Tétma, és akik majd később hallgatják ezeket a szavakat, támogatni fogjátok a földanya csakrikus rendszerét és a finom fizikai testét, ti, akik olvasni vagy hallgatni fogjátok ezeket a szavakat, energetikai kapcsolatot hoztok, és kialakítjátok a folyamattal, ami ma történt, és segíteni fogjátok a hangúj ezen rácsának a fenntartását. Ezek a világ különböző területein találhatók ezek meg fogják tapasztalni a változásokat, elmozdulásokat, mindenképpen üdvözöljétek ezt a hangot. A saját koronacsakrátokba üdvözöljétek ezt a gyökércsakrátokban is. Készen álltok rá, hogy a fény vezetőjeként szolgáljátok, és hogy feloldjatok mindent, ami korlátozásban manifestálódott. A kihívások, amelyek leckék és próbatételek, és jönnek a mesterek által, valójában azok, amik majd motiválnak benneteket, hogy folytassátok a keresést. A pillanat, amikor az egyén önelégülté válik az úton, az akkor van, amikor az egyén stagnál. Amikor azt gondolod, hogy elsajátítottad már, uradod az egészet, te vagy a mestered, meg fogja majd mutatni a mestered neked, hogy mennyire is sajátítottad el az és uralod azt a leckét azáltal, hogy próbára fog tenni téged. Lásd ezt egy lehetőségként, hogy megmutasd a mesterednek, hogy mennyire szereted őt, legyen ő férfi vagy nő, azáltal, hogy reagálsz erre. Megtiszteltetés és kiváltság, amikor a mestered próbára tesz téged. Ez nem büntetés. A mestered nem tenne próbára, ha nem úgy gondolná, hogy képes vagy dolgozni ebben. szeretteim, amint beléptek a beavatottak világába a 12 földi fénysugár, amelyek jelenleg kormányozzák a bolygótokat, egy felgyorsított ütemben haladnak keresztül a testetekben. Ezen felül a fejlett energia a hat kozmikus sugara is be fog lépni, hogy egyesüljön az energia meződdel. Azt javaslom, működj együtt ezzel a 18 sugárral, megértve, ahogyan minden egyes sugár Hatással van rád, és ahogyan ezek támogatnak. Ezért, azért, hogy megértsétek a világotokat a harmadik és negyedik dimenzión világot túl, és azt, ahogyan tovább növekedhettek bennük és általuk. Egy eltérő valóságba léptek be, ami megköveteli az odafigyeléseteket hogy megismerjétek és megtanuljátok. Nem lesztek képesek megfelelően működni a magasabb világokban, ha továbbra is a harmadik és a negyedik dimenziós tudatosságban tartózkodtok, a hitrendszereiteken és a kondicionáltságokon belül, amivel beprogramozódtatok. Két, hogy mutassák meg, hogy mit kell tenned az adott pillanatban kérd majd a tanítóid, hogy mutassák meg számodra, hogy mibe kell befektetned az energiát, és kövesd a szíved. Hát a kantálás elkezd most lelassulni, gyengédebbé, lágyabbá válik, előidézve a béke érzését. Majd Treja nagy úr eltávolítja a kezét, és most odaad neked egy pálcát, ami arany, ezüst, platina és titán ennek a pálcának az egyik végén két gyémánt van. A pálca nyele mentén további hét gyémánt van. A különböző színekben ez a hangpálcád, amin keresztül fényt tudsz sugározni a világnak, és a világ más királyságainak, és multidimenzionális énjeidnek is, és a párhuzamos énjeidnek. Fontos, hogy ez idő alatt ne kimagad ki magad túl sok sűrűségnek. Tartsd a fókuszodat, elmédet pozitívan, legyenek a gondolataid tiszták. Kommunikálj a szellemmel, lélekkel, amilyen gyakran csak tudsz. Használd a kreativitás művészetét, és tartsd az energiádat áramlásban. Hallgass zenét, hogy mondjuk stimulálja az energiádat, hogy a hangfrekvenciáit aktívan tartsa az energiameződön belül. Majd rej a nagyúr, előre lép, és kezedbe helyezi a pálcát. Egy sziporkázó gyémántot helyez a koronacsakrádra, amely elnyelődik az agyalapi mirigyedbe. És ez a fény és hang egy világító tornyaként fog szolgálni, amikor is, Egyesül a tobozmirigyeddel, és a következő beavatás során majd a nagyúr köszönetet mond majd a tudatos választásodért, beléptél a Sambala hang kamráiba, a gyémán templom belsejében, és elfogadtad a hang beavatásodat, miközben üdvözlöd a lelked igaz hangját, amelyek előidézik az életedben lévő célok eltérő szintjeinek teljes manifesztációját. Emlékezz, hogy miközben teljesíted beavatásokat, az életed célja megváltozik. Mert miközben tanulod uralni magad minden egyes aspektusát, változik az igazságod is. És ezért az életed célja is automatikusan megváltozik. Az életed célja, hogy megled Istent mindenben, úgy, hogyha belépsz a más világokba, pontosan tudni fogod, hova mész. majd használjátok a belső szemeiteket is. A belső érzékeléseteket, a belső érzéseteket, hogy felismerjétek azt, amit megmutatnak. Nem lesz ártalmas az sem, ha megosztod azt, amit érzel másokkal is. Kérd a támogatást, kérd a vezettetést. Tisztában legyen önmagadban azzal, hogy keresztül mentél az önkeresésen belül, mielőtt önmagadból kifelé fordultál volna. Sok esetben a válasz a kérdésre valójában egy külső forrás által fog jönni. A külső forrás adja át az információt, amely megadja neked azt a belső felismerést, ami a kérdésedre ad egy választ. Egyáltalán nem árt megbízni valakiben. Valójában fontos, hogy az egyén közösséget alkosson, hogy támogatás rendszereinek egy csoportját, mint a barátok, család, gyógyítók, tanárok, csak akármi is ez, akik támogatják az önmeghaltalmasodásotok útját, aki elismeri az utazásotokat, aki nem fog és nem foszt meg titeket a tapasztalatotoktól, csak úgy, mint a fénymagasabb világainak tanítói teszik. Azáltal, hogy elmentek egy jövendőmondóhoz, szíkushoz, médiumhoz, vagy csatornázóhoz, hogy megkérdezzétek, mit kéne tennetek, miért kéne ezt tennetek, hogyan és mikor kéne ezt tennetek, elajándékozzátok az erőtöket. A médiumnak, a csatornázónak, a pszichikusnak vagy a tisztelátónak. Támogatást kérni, vagy egy mélyebb megértést, egy helyzetet illetően azért, hogy az egyén egy informált döntést tudjon hozni, az egy nagyon eltérő dolog. Így használjátok a megkülönböztető képességeteket, amikor úgy érzitek, hogy útmutatást és tanácsadást kell keresnetek. Olyan kérdést feltenni, mint hozzá menjek-e ehhez a férfihez vagy nőhöz, vagy ez megfelelő férfihez számomra, vagy váltsak-e munkát most, vagy ne tegyem, hát az ilyen kérdéseknél átadod az erődet. Hát használd a belső iránytűdet, hogy meghatározd, milyen irányba kéne menned és akkor ezzel behúzod a spirituális hit szálait a rendszeredbe. Amikor átadod az erődet másnak, hogy meghozza a döntést helyetted, akkor te elkülönülsz a saját szellemettől. Ezért, amikor egy személy arra alapoz, amit a pszichikus tisztánlátó csatornázó vagy bárki ezügyben mond, utána azt nem úgy nyilvánul meg, ahogyan azt megjósolták, mondták, akkor újra átadja nekik az erejét azáltal, hogy mérgessé csalodottá válik, mert nem úgy nyilvánult meg a számára, hogy akarta. Átadja az erőt, mert hibáztatja őket az életéért, ami nem működik. Te és egyedül te vagy a felelős azért, amit az életedben tapasztalsz. Milyen mértékben teszed lehetővé a hitrendszerednek, hogy támogasson téged, vagy inkább azt engeded meg nekik, hogy megbénítsanak. Mennyire engeded meg a viselkedésednek, hogy inspiráljon téged? Úgyhogy használd ezt a belső fényt, a belső szemed, hogy keresd az igazságot, hogy megértsd, mit korlátoz, és mi bénít meg, és mi támogat, és mi inspirál. Megbízva az erőben, hogy vezet és irányt mutat számodra, azért, mert ez minden igazság forrása, a hatalom forrása, a bölcsesség forrása ennek elsajátítása nélkül nem tudod teljesíteni a beavatásodat a földi világban. Vissza fogsz térni ehhez újra, meg újra, hogy teljesítsd. Az elmúlt két és fél ezer évnek az volt a célja, hogy minden egyes életben teljesítsetek egy beavatást. Ezért ennyire egy dicsőséges ez az időszak, mert most sok beavatást teljesíthető egyszerre, a múltal ellentétben amikor az időnként még figyelmen kívül is hagytatok egy-egy beavatást egy-egy életidő alatt. Ez mutatja meg számotokra, mennyire messzire tudtatok jutni, hogy mennyire tehetségesek vagytok és bátrak. Tanulhattok ebből, azzal szemben, hogy átadjátok valakinek, vagy valaminek az, az erőteket, hogy megmondja nektek, hogy mit tegyetek vagy. Bizonyítsa, hogy ti mennyire jók vagytok. Az ok, amiért erről beszélünk, az azért van, mert a harmadik szem hatása van a szex csakrára, és ezen csakrán keresztül tapasztaljátok meg, hogy érzelmileg a pénzre, erőre, hatalomra, a szexualitásra reagáltok, amilyen mértékben az energiát manipulálásra használjátok, vagy amennyire mások használják fel ezt az energiát, hogy titeket manipuláljanak. Más szavak a zsibbására viszitek az erőtöket, senki nem veheti el az erőtöket tőletek, csak ha engedélyt adtok neki. Ez a különleges ötödik dimenziós beavatás elősegíti, hogy meglássátok az önmeghatalmasodás fenntartásának értékét. Metatron nagyúr arra kér most téged, hogy lélegezbe mélyen a harmadik szemeden keresztül, Mozgasd ezt az energiát a szexcsakrádba, és ahogyan kilélegzel, egyszerűen engedd meg az összes feszültségnek, nyomásnak, hogy kifolyjon a szexcsakrádból. Még egyszer vegyél még egy mély lélegzetet, most a harmadik szemeden keresztül. Miközben kilélegzel, engedd meg az összes félelemnek, ami elhasználta az erődet, hogy a szex csak keresztül távozzon. A afiltemplom templom elnyeli ezt az energiát, átalakítja tiszta fénynél. Kifolyik a afiltemplomba, templomba, és a fényben átalakul, és ezt a fényt visszafolyatják hozzád. Metatron nagy arra kér, hogy nyisd meg a harmadik szemedet. Képzeld el, hogy ez egy fizikai szemként megnyílik, felnyitva a szemhéjait, hogy közvetlenül metatron nagy úr három szemébe nézi. Néz a fény három szemébe, ami megformálja a bölcsesség, a fény és erő háromszögét. Ez manifesztál egy másik háromszöget, az ellenkező irányba is, a szeretet, tudás és igazság hármasából. És így létrehozódik a Dávid csillag, és most kivetíti ezt a Dávid csillagot, Metatron nagy a te harmadik szemedbe is. Nyisd meg a harmadik szemedet, hogy elnyelje a fény sablonját, és húzd be egészen a tobozmirigyedbe. És most evel a csillaggal központjában a te tobozmirigyed aktiválódik a fény egy robbanásaként, megtölte a tobozmirigyedet. Anya-atya Isten fényével. A belső szemed, a szem, ami leírásra került a Tobozmirigyedben, elkezd felnyílni, ahogyan a Tobozmirigyed elkezd átalakítani magát egy fonnyat kis borsóból, egy kerek tökéletes formájú Tobozmirigyé, olyan nálmélyen mindig is volt, amikor beléptél ebbe a világba, friss emberi formádban képzeld el ezt a fényt kiáradni a tobozmirigyedből, feltöltve az agyat sejtjeit, ez a fény szikrákkal manifestál, amelyek aktiválják a szunnyadó sejtjeidet, és az idő előharadtával meg fogjátok tanulni, hogy hogyan használjátok ezeket a sejteket, mert minél inkább megtanuljátok, annál inkább megtanuljátok használni a belső fényetek betekintéseket fogtok kapni, hogy megtaláljátok az igazságot, válaszokat az utazásotokon, az összes életforrásán keresztül, munkákodva belülről kifelé. Annak érdekében, hogy fejleszétek a tisztánlátásotok, tisztán érzékelésetek, tisztán hallásotok képességét, meg kell töltenetek fényjel az agyalapi mirigyeteket. Állandóan fényjel kell táplálni. Képzeld el, hogy egy sötét szobában keresel egy tollat, sose fogod megtalálni, viszont ha feloltod a lámpát, sokkal egyszerűbb feladattá válik. Na hát ez ugyanaz, mint amikor a készségeket sajátítod el. Mivel a harmadik szem csakra az ötödik dimenziós vibrációba emelkedik, ezért kapcsolatba kell lépjetek a fény magasabb szintjeivel. És túl kell lépjetek az asztalális sík szintjeivel, és meg kell határozzátok a szándékotokat, hogy a tudatosságotok kapja meg a vezettetést a fénybölcsesség és az igazság tudás és erő legmagasabb síkjairól azért, hogy bízni tudjatok, hogy a forrás, amelyből kapjátok, egy sokkal magasabb vibráció, mint amit korábban kaptatok mint például a jövendőmondó keresztül. Ez az információ befogadásának egy teljesen új világa, és ti a vevőké átadó átadókká. Miközben ez az információ kibontakozik a tudatosságotokban, a zafír köpenyetek elkezd vibrálni. Ez a kristályos formátok testeinek egy újabb, ötödik dimenziós fénytestetek lélegezve be mélyen, miközben behúzod ezt a fényt, ahogy kilélegzel, képzeld el ezt a köpenyt közelebb jönni, összes finom testeddel elvegyülni, épp úgy, mint egy színes paca tenné a tiszta vízben. Egy újabb mély lélegzetet vegyél be, és akkor miközben kilélegzel, a zafírfény egyre jobban egyé válik a gyémánt köpenyeddel is. Ne siettes, de ezt, engedd, hogy ez gyengéden történjen. Most elérkezett az idő Metatron nagy úr számára, hogy bevigyentiteket az öddés rács munkájába. Úgyhogy kicsit lazíts, vegyél egy mély lélegzetet, és ahogyan kinélegzel, kérlek ismételd majd utánam a következő szavakat. Na még egy mélyebb lélegzet, és mondd utánam a következő szavakat, ha ez a választásod. Én, mond a neved, tudatosan megkívánom, hogy Metatron úr a harmadik szemem energiájának vibrációját az ötödik dimenzióba emelje, Kikerülve az astrális síkot, kérem, hogy vágja le az illúzió kötelékeit, hogy lebontsa az illúzió fátylait, amelyek megakadályoztak engem, hogy meglássam a magasabb világok felsőbb igazságát. Kérem, hogy az érzelmi és mentális testeim, és a fizikai testem fiziológiája, és a szellemem, léleket, testem, szupertudatossága egységben utazzon, és emeljék fel őket, hogy teljesen a fény, magasabb szintjeiből munkálkodjanak. Vegyél egy mély lélegzetet be, ahogyan belélegzel, vond be ezt a szándékot a testedbe, és ahogyan kilélegzel, terjeszt ki ezt a szándékodat a Zafír templomba, ahol Metatron nagyúr elfogadja ezen szándékodat. előre lép, és a jobb kezének középső ujját egyenesen a harmadik szemcsakrát fölé helyezi, a fény lüktetéseit a fénytestén keresztül a fizikai testedbe tölti. A fény ezen kibocsátásai feloldják ezeket a fájtlakat, és leválasztják, az illúzióhoz való megkötést. Most fogja a bal kezének középső ujját, és közvetlenül a harmadik szem csakrára helyezi. Így képes hozzá kapcsolódni a fizikai testethez is, és annak fiziológiájához, a fény összes szintjével, amit beintegrálsz majd az érzelmi és a mentális testeidbe, és a spirituális testet szuper tudatosságán keresztül. A középső új a beavatásod ujja. Ez az új hozzá kapcsol téged a harmadik szemedhez. Most képzelj el egy erőteljes vörös lízensszerű sugarat kivetülni a bal keze középső ujjából, a tobozmirigyed legközepében. És feloldva ebben bármilyen blokkolást a harmadik és a negyedik dimenziós kondicionáltság programozás eredményeként, ami megakadályozza, hogy teljes mértékben integráld ezt az ötödik dimenziós tudatosságodat. A képzeletedben hunyd le a fizikai szemeidet, ha kinyitottad most őket, még mindig Metatron nagyúr középső ujjával a harmadik szemeden megerősít téged abban, hogy a fény egy létezője vagy, és a fényjel, amivel feltölt, nem csak az emberiséget szolgálod, hanem magadat is, olyan szintű kapacitással, amire jelenleg nem vagy tudatos. Azért, mert nem tapasztaltad meg a fény ennek szintjét ebben az inkarnációdban ezelőtt. Légy fontosságú, hogy ne korlátozd le a tapasztalásodat azáltal, hogy a múlton töprengsz, vagy korlátozod a jövőbeli tapasztalásodat azáltal, hogy elképzeled a dolgokat, hogy hogyan sültek-e rosszul, vagy azt mondogatod magadnak, hogy ez a dolog nem mindig működik. Mert minél több fényt hozol be a testedbe, annál többet munkálkodsz az igazságoddal, és minél több hit földelődik le benned, annál jobban tanulja leszel a csodáknak. Mindig ez volt a kulcs. Metatron arra kér, hogy vésd ezt jól az eszedbe. Emlékezz, hogy a kulcs az, hogy megtapasztald a szellem csodáit kiterjesztve a tudatosságodat, és még több fényt hozva be azáltal, hogy átadod magad, és bízol, és meghatározod a szándékodat, hogy a tudatosságot, a kollektív tudatosság túllépjen, és túl a világ által elfogadott normákon. Határozd meg a szándékod, hogy túllépsz ezen. Határozd meg a szándékod, hogy a spirituális intelligenciádat és a spirituális tudásodat magasabb szintekre emeled. Kért, hogy megkapd. A spirituális technológia tanításait. És ha ez a kívánságod és akaratod, akkor most mondd el Metatron nagyúrnak, hogy ezt kívánod tenni. A két mester most elkísér a belső síkokra, a felsőbb tanulmányaik iskoláiba, ahol mindannyiótokat keresztül fognak vinni egy különleges programon, hogy megtanuljátok azt, hogyan használjátok a fényhatalmát és a hang erejét a fizikai világotokban. És hogyan menjetek keresztül a beavatásaitokon egy felgyorsult ütemben, így még újabb és több beavatáson visznek majd keresztül, elérve a felemelkedés egy olyan szintjét, amit eddig csak a felemelkedett mesterek értek el. Ez az áldása az, amit a szellem adott át az emberiségnek. Megvan a lehetőségetek rá, hogy felemelkedett mesterek legyetek ebben az életetekben, azonban el kell köteleznetek magatokat. Ahogy már mondtuk, a tanárotok fel fog tűnni. A fénymestered el fog jönni hozzád, hús vértestben, és át fog vinni a végső beavatáson, amely beavatás azt fogja eredményezni, hogy az új beavatottak beavatója leszel. Vegyél mély lélegzetet, a harmadik szemcsakrádon át, és ahogyan kilélegzel, nyomd le az energiát a gerinced mentén, ki a gyökér be a föld anyamagjába, leföldelve ezt az információt a húsvértestedben, mivel ezt a szellemi testeden belül tartották. A fény az érzelmi és mentális testeidben fog tartózkodni, és így magadba tudod szívni a fény tanításait. A fénymunkásoknak hívnak titeket egy célból fényharcosoknak, fényszövőknek, fényben sétálóknak, fényvezetőknek, hát azért, mert ez az, amit megtestesítetek. Most még többet tudtok megtestesíteni ebből. És most ismét mond utána. Tudatosan kérem Metatron nagyurat, hogy segítsen engem a tudatosságom kiterjesztésében, azért, hogy még több fényt nyelhessek el, fogadhassak be, és a fény egy erőteljes kibocsátója, emanátora legyek. Vegyél egy mély lélegzetet be, miközben behúzod a fényt a testedbe. Ahogyan kilélegzel, képzeld el azt a fényt kiáradni a testedből. A fénylények mindegyiken jelen van ám veled a szafét templomban, akit az elején bevonzottunk, és ők most felizítanak egy fénysugarat a harmadik szemükből, felrobbantanak egy fénysugarat a szex csakrájukból, és kivetítik ezt a fényt a szex csakráthoz. És a harmadik szemedhez. Lélegez be mélyen, és üdvözöld ezt a fényt a testeidben, beleértve a fizikai testedet is, és add át magad az integráció fényének. És most ismételd utánam. Kérem, Metatron Nagy Urat, hogy teljes egészében támogasson és vezessen engem. Tanítson és edzen engem az eljáráson keresztül. ami átvisz engem a fénybeavatásain, hogy képes legyek felhasználni, hasznosítani. A tisztánlátásomat, tisztán hallásomat, tisztán érzékelésemet, az ötödik dimenzión és a fény magasabb dimenzióin keresztül. Vegyél egy mély lélegzetet, behúzva ezt a beavatást a testedbe, miközben Maitreya nagyúr átölel téged. Metatron nagyúr is átölel téged. És az összes gyógyító angyalod is átölel és miközben ez történik, a zafír köpenyedet összeolvasztják a testeddel, és az energiád teljesen felemelkedik a ti ötödik dimenzióba. És most megint egy kis munka, ismételt utánam. Tudomásul veszem, hogy még mindig megkívánják tőlem, hogy a harmadik dimenziós világban éljek. Azonban elfogadom és megértem, hogy a tudatosságom az ötödik dimenziós világban van, és a fény egy vezetőjeként vezetni fogom, irányt mutatok a harmadik dimenziós tudatosságú embereknek, akik hajlandóak belépni az ötödik dimenziós tudatosságba. Ezen a folyamaton keresztül tiszteletben tartom és rábízom magam az útra, és fenntartom a tudatosságomat az ötödik dimenzió keresztül, és azon túl. Ez így van, és ez így legyen. Ragd mindkét kezedet a szívcsakrát fölé, vegyél egy mély lélegzetet, húzd ezt a kötelezettség vállalást a lényedbe. Szeretteim, Metatron arkangyal most megkér rá, hogy kötelezd el magadat a belső gyermekednek, a serdülő énednek. Az elkötelezettség az ígéret egy formája, aminek továbbra is a fényében jártok, munkálkodva a fényen belül, mert valójában csak három lépcső fog vezet haza. Az első ösvény a sötétségé, a fekete mágia. A második a fehér mágia ösvénye. A harmadik a mesteré, a mester ösvénye. A fehér mágia ösvénye még mindig azokkal a lelkekkel dolgozik, akik a harmadik és negyedik dimenziós síkon vannak. A mesterek ösvénye pedig azokkal, akik az ötödik dimenzióban és azon túl vannak. A fénytanítói és vezetői, akik a fehér mágián keresztül munkálkodnak, az elemek, az állatok, az ásványok, a növény és zöldségkirályságok folyamatát segítik, hogy egyesítsék az energiájukat és kiegyensúlyozzák az energiájukat. Azoknak, akik a sötétség ösvényén járnak, azok a fekete mágusok, és ez az ösvény a tudatlanság ösvénye is. A járni kívánt utat bölcsen válasszátok meg. Ez az, amiért azt mondjuk, ígérd meg önmagadnak, hogy mindig a fényben fogsz járni, a tudás fényében, ami támogat téged a felelősségvállalásban, ami bölcsességet nyer, és ugye a fény az, ami táplálja ezt az erőt és mikor készen állsz rá, erősítsd meg Metatron nagyúrnak, hogy hajlandó vagy elvállalni ezt a kötelezességet, a belső gyermeked és a serdülő éned véget. Tedd ezt azáltal, hogy megszólítod a belső gyermekedet és a serdülő énedet, mondd meg nekik, hogy vállalod ezt a felelősséget, kötelezettséget, és most adunk rá egy percet, hogy megtedd ezt. Amikor kész vagy, kérd meg Metatron nagyurat, hogy Mecsételje le ezt a kötelezettséget fényjel. Metatron most a bal kezének középső ujját belemerinti a folyékony fény egy edényébe. Ez a folyékony fény a felszentelés egy formájaként létezik, és ezt helyezi a harmadik szemedre. Ez a felszentelés a korlátozott látóképesség összes akadályát, gátját feloldja, amelyek a korlátozó hiedelem rendszereken keresztül lettek létrehozva, amelyeket így magadra vettél a kondicionáltság és az összes programozás révén, amiknek ki vagy téve napi és éjszakai szinten. A következő 17 hónapban ez nagy idő, tehát kénytelenek vagyunk azért szépen haladni, meg fogjátok kapni az oktatást, tanítást, Metatrontól, Majtjeja nagyúrtól, a fényiskolákban. Az asramjaikon keresztül fogtok munkálkodni, hogy a fényt bemutassátok majd másoknak is. Néhányotok ezt tanítás formájában teheti, néhányotok gyógyítás alakjában, néhányan a kommunikáció alakjában, olyanban, mint a tanácsadás, motiváló inspiráló szavak. Engedd meg a fénynek, hogy megmutassa neked. És miközben teljesíted ezeket a beavatásokat, tisztánlátás, tisztánhallás, tisztán érzékelés képességei megnövekszenek benned, mindaddig, amíg behozzátok a fénybe. Azt kértétek, hogy ők csak a magasabb dimenziókon keresztül működjenek. Ezért, ha leeresztitek az energiátokat az alacsonyabb dimenziókba, akkor nem fogtok hozzáférni ezekhez az erőkhöz úgy, mint ahogy a múltban volt. Úgyhogy legyetek tisztában ebbe. ezekkel a választásaitokkal, cselekedeteitekkel, gondolataitokkal, a szavaitokkal és az érzéseitekkel. És ez hatalommal ruház fel az érzelmi testetek fölött, hatalommal ruház fel az egótok fölött, ami befolyással bír a mentális csicsergésre. Te vagy a tested mestere. A testeid nem uralnak téged az alsóbb ego volt a sofőr eddig, és most átveszed tőle a vezetést. Azáltal, hogy azt választod, hogy részt veszel ezeken a beavatásokon, meghozod a döntést, hogy egy irányítást váltsz az életed felett, isteni összhangban munkálkodsz a magasabb erőkkel, mert ti is ennek a hatalomnak egy forrásai vagytok. Lélegezz be mélyen, ez a folyékony fény beszűrődik a tobozmirigyet közepébe, és metatlan megkér rá téged, hogyha van bármilyen különleges kívánságod, hogy támogasson téged az életed bármely területén, akkor ezt mondd el neki, határozd meg a szándékodat vele együtt, és átadva ennek kidolgozását. Ez lesz az első lecke, hogy hasznosítod, és felhasználod az új ötödik dimenziós erődet, most adok erre egy kis időt, kérlek, emlékezz rá, hogy kérd, hogy ez a lelketek és az isteni tervetek legmagasabb akaratával összhangban manifesztálódjon. Remélem, hogy elég idő volt rá. Most a fehér fény egy gömbjét manifestálja Metatron, amelybe belehelyezheted ezt a szándékodat, és miközben meghatározod a szándékodat ebben a fényben, erősítsd meg, hogy átengeded ezt a szellemnek azért, hogy támogasson téged az ötödik dimenziós energia dinamikáján keresztül, és hogy manifestálódjon bármi, amihez már kértél segítséget a fizikai világban. Mikor kész vagy, engedd el a fehér fény ezen kis gömbjét, ami tartalmazza a szándékodat, és miközben elengeded, erősítsd meg, hogy itt az ideje, hogy megbízz a szellemben, hogy el fogja hozni számodra a tisztaságot, betekintést, támogatást, és bármi mást, amit kértél a következő néhány napban, azért, hogy igazán megértsd, hogy milyen gyorsan is dolgozik a fény ereje. Ha kétségben találod magad, és vagy félelemtelivé válsz, akkor állítsd le magad azonnal. Vedd ezt a félelmet, vedd a kétséget, helyezd ebbe a fénygömbbe, és küld ki ezt ez éterbe a forráshoz. És emlékeztesd magad metatron fényére, az anya atya Isten fényére és erejére, lélegezd ezt a testedbe, és mond magadnak már a szellem kezébe adtam ezt, és a szellem meg fogja adni a válaszokat, megoldásokat, módszereket, eszközöket, hogy manifestáljam, amire szükségem van. Tökéletesen és isteni időzítésben folytasd, amit csinálsz, csináld ezt meg ahányszor úgy érzed, hogy félsz. Ez majd alkalmassá teszi az alsóbb egót arra, hogy átadja magát a fénynek, a szellemnek. Ez folytatja a spirituális hit ezen szálainak felszívását a testedbe, amely önmagában egy másik erőteljes beavatás folytasd a mély be és kilégzést, miközben ez az energia bevonzódik a földbe. Metatron nagy úr megerősíti, hogy az energiád a maga teljességében van, és teljesen felemelkedett az ötödik dimenzióba. Beleértve a párhuzamos és a multidimenzionális aspektusaidat is és ők mindáján kollektíven együtt dolgoznak, itt és most, az ötödik dimenzióval. Szeretteim, itt az idő most számotokra, hogy a fókuszotokat a Föld bolygóra hozzátok megint, ahogyan ezt teszitek. És képzeljétek el, hogy a fény további 144 nagy küldöttjének a jelenléte csatlakoznak a Fény Arkangyali Szövetségéhez, azoknak 144 lényéhez, akik elhozzák az energia egy következő spirálját a bolygó számára. Öleljétek át ezt az aranytudatosságotokkal. És miközben lélegeztek be és ki, tudatosan, figyelve a légzésre, ez az energia bevonzódik a földbe, bele lehelődik a földanyába, és a sablon lefektetése és megerősödése tovább segíti a bolygót az arany tudatosság manifestálódásában. És miközben ez leföldelődik a bolygón, a fizikai testetekben is elnyelődik. Metatron most elővesz egy fehér zafír kristályt, egy kék zafír kristályt, és egyesével a harmadik szemet fölé helyezi őket. Ez folyékony energiává válik, és miközben belélegzel, mindkettő bele lehelődik a tobozmirigyet középpontjába. Most megkér rá téged, hogy nyújtsd ki a bal kezed középső ujját felé, és egy gyűrűt helyez rá, fehér és kék berakású drága kövekkel van. Ez a kapocsa fényhez és a hanghoz a harmadik szemed és a korona csakrád egyesül hatalmas ereje. A szeretet egy ereje, a hatalom egy ereje, a bölcsesség egy ereje, az igazság egy ereje, ami további fényt és hangot fog teremteni. Adj köszönetet, Metatron úrnak, ezért az ajándékért. a fénylények, akik körülötted vannak, kivetítik az erősségét. Az energia meződ energia testeden túlra kerül, és az energiameződet a fény és a hang egy keverékével töltik fel, és az összes atom élettel ilyen vibrál. Ezek az atomok arra szolgálnak, hogy még több energiát vonzanak be számodra. És ez úgy fog szolgálni, hogy tovább növeli a tudatosságodat. Megnöveli a hangodat, hangzásodat. Következő belégzésnél képzeld el, hogy a fényt belehelik egyszerre a tobozmirigyedbe, az agyalapi mirigyedbe, és aktiválják az ötödik dimenziós tisztánlátói képességedet a teljes kapacitásukban. Vegyél egy újabb mély lélegzetet a toboz és az agyalapi mirigyeden keresztül, és hozd be a fényt, hogy aktiválja a tisztán képességeidet is a teljes ötödik dimenziós kapacitásába. Tedd meg ugyanezt a tisztán érző, érzékelő képességeiddel is. A következő belégzés német nagyúr 88 méterre kiterjedő energiameződet egy erőteljes kristályos pajzsba zárja, megvédve téged azért, hogy elnyelhessd ezen fény kibocsátását, hogy integrálhassd ezeket a pulzálásokat, hogy egyévállhassa a fényelés a hanggal, vizualizálhatod a védelem ezen eszközét közvetlenül metatron nagyúrtól kiterjedni, napi szinten, napi szinten, ha ezt választod. agyhálát. Metatron nagy úrnak ezért a beavatásért. Fogd kézen a belső gyermekedet, a serdülő énedet, és húzd őket a fény ezen erőteljes energia mezeébe, így őket is lepecsételik ezen a rácson belül veled együtt. És képzeld el a földanyát is lepecsételődni a fény ugyanazon rácsába adj köszönetet most mindenkinek, az összes fénylénynek, akik tanúi voltak a beavatásodnak. Önmagadnak is ezért az utazásért. Adj hálát az Afir templom dévájának, hogy beengedett és megtartott téged a testében. És Maltraja most biztosít téged, hogy biztonságos visszatérned a harmadik dimenziós világba és hogy mindig kapcsolatban fog szállni az ötödik dimenziós testeddel. Arra emlékezted, hogy mindig kapcsolatban maradsz. És mikor készen állsz, vedd kifelé az utadat a templomból, és még egyszer mindenkinek adj köszönetet, és hogy mész Sambala kertjein keresztül, hogy hálát Sambala világának is, hogy szívesen látod, lélegez mélyeket, Húzd a tudatosságodat le a gerinceden, ki a gyökér csakránát, gyökeresztesd le magadat a földre, vegyél még egy mély lélegzetet, húzd az energiát, a gerinceden le a lábadon, ki a talpadon keresztül, legyökerezve a földanyába. Vegyél még egy újabb lélegzetet, és érezd magad abban a helyiségben, ahol éppen most jelenleg tartózkodsz. Szeretném az utazás, amit megtettetek, ez a legmélyebb aspektus a beavatások elejének. Úgy találhatjátok, hogy ez energiátok rendkívül érzékeny lesz az elkövetkező pár napban, ezért legyetek gyengédek magatokkal. Megértjük, hogy néhányan kilesztek téve durva környezetnek is, zajszennyezésnek is, de biztosítunk, hogy védve lesztek a környezetetekben, és minden mindig jó lesz. Ha a testetek egy érzelmi méregtelenítést manifestál, akkor egyszerűen áramoljatok a folyamattal. Használjatok Bach virág terápiát, abból is az első segély cseppet. Javasoljuk a szöveti sót, a süszler sót, ami a hatos számú. Nyolcas süszler az a testetek izomrendszerét segíti. Szereteim, átölelünk titeket a fény és hang új rácsában, támogatunk minnyájatokat ebben a manifestálásban. Vezetni fogunk titeket az új világhoz való alkalmazkodás folyamatában, miközben eleresztitek a régi paradigma új útjait. Bizatok a sok láthatatlan karban, amelyek megtartanak titeket ebben az időszakban, és bízatok a képességeitekben, amit a fény manifestálása idéz elő, a manifestáció különböző mechanizmusain keresztül a kimondott szavak, a gyengéd érintés, az ajándékok értelmében, amelyeket megoszthatnak veletek, vagy amelyeket megoszthattok másokkal. Tudjátok, hogy mindannyian egyek vagyunk, és hogy mindig veletek vagyunk. Minden úton és a magasabb világok fénye egy lehet veletek, egy lehet bennetek, és minden körülöttetek, és az anya-atya Isten szívverésének hangja lehet az egyik, ami vigaszt nyújt az átmeneti időszak alatt. Kutumi vagyok, a fény és bölcsesség nagyura, és üdvözöllek, és megáldalak benneteket szeretetben. Adonai